Én azt láttam, hogy itt kell maradnom a szüleim mellett, itt kell maradnom a gyermekeim mellett. Pintér Lajos képzőművész alkotásaiból újabb kiállítás nyílt a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara székházában. A tematikus tárlat a felajánlás kapuja címet viseli. Az alkotó elmondta, a 634-ben épített Szent Benedek kolostorban végzett munkáinak a vázlata látható a kiállításon. A franciák által épített templom ugyanis a II. Világháború óta nem volt helyreállítva. Nemrég azonban megkezdték az újjáépítését. Pintér Lajost pedig megbízták, hogy készítsen el egy barokk kaput és egy életnagyságú bronz Krisztus szobrot. Ennek a bizalomnak köszönhető, hogy most a 800 éves barokk templomnak a kapuját bronz kivitelben, tehát öntött bronzból elkészíthetem. Erről szól a kiállítás, amire egyébként Tábori Csaba barátom beszélt rá. Egyébként nem vállalkoztam volna rá ilyen gyorsan ennek az elkészítésére. Az alkotó kiemelte, a tervezés sok időt vett igénybe, hiszen meg kellett ismerkednie a Bibliával is. Konkrétan 5 hónapos kutatást, teológiai kutatást, bibliatanulást, ótestamentumi, újtestamentumi összefüggéseknek a kiegyzetelését, feldolgozását jelentette, hiszen meg kellett találnom a nagy elődök nyomdokait követve, hogy mi legyen ennek a kapunak az üzenete, úgy, ahogy megvolt ez ugye a Szent Péter bazilikánba, vagy más egyéb alkotásokba. Itt is természetesen meg kellett találni a fő mondani valóját. A tárlat egészen augusztus 13-áig tekinthető meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara székházának kamaragalériájában. Minden hétköznap 8-tól 16 óráig.